Pest története a mai március 15-énél kezdődött a romjaiban ma is látható egykori római őrtoronnyal. Itt volt a révátkelőhely a budai oldalra. Az első várfalat a 12. században építették, de ebből már a más semmi sem maradt. Azt a városfalat, amelyről dr. Holló Szilvia Andra, történész, muzeológus mesélt, Mátyás király korában kezdték építeni. Hogyha szeretnénk a régi városfal mentén kalandozni, akkor legalább egy 3,5-4 órás sétával kellene számolni. Természetesen ezért egyszerűbb egy előadás keretében röviden összefoglalni a régi pesti városfal jelentőségét, történetét, azt, hogy napjainkban hol lehet még ennek a nyomára bukkanni. Széchenyi korában, tehát akkor, amikor megjön az akadémiát alapították, még ugye még a Láncid sincsen, de már tervezik, tehát akkor is gyakorlatilag Pest városa jócskán túlnőtte az egykor városfallal határolt belső területet. A fal a 16. századra épült ki, a mai Deák Ferenc utca, Károly körút, Múzeum körút, Vámház körút vonalában. A fal által ölelt területen belül körülbelül 10 000-en éltek. Például kalandozunk a 60-i kapu és a Kecskeméti kapu környékén is. A 60-i kapu a mai Astoria, a Kecskeméti kapu pedig a mai Calvin tér vonalában feküdt, és ezeknek a kapuknak érdekessége az is, hogy olyan hatalmas tolongás volt már egy idő múlva a kapuk környékén, hogy életveszély miatt kellett ezeket a kapukat lebontani, nem azért, mert rossz állapotban voltak, hanem már nem bírták az ott áthaladó forgalmat. A mészkőből épült 8,5 méter magas fal tehát a 18. században már a fejlődés gátjává vált, ezért a 19. században elbontották a nagyobb kapukat és a rodellákat. Rodellának hívják azokat a kerek bástyákat, amelyek kiugranak egy-egy várfalának síkjából. Az új házak pedig bele vagy ráépültek a falra. Ez magyarázza azt, hogy a fal maradványait ma egy-egy társasházi udvaron vagy a pincében láthatjuk. A 60-i kapu, tehát az Astoria környékén még ma is vannak olyan nyomok, olyan városfal maradványok, amelyek szabad szemmel is láthatók, megtekinthetők, és emléktábla is őrzi ezeknek az emlékét. Az előadásból számos érdekesség mellett például az is kiderült, hogy a 60-i kapu maradványait 1963-ban az aluljáró építésekor találták meg. Ugyanígy a Kecskeméti kapu pontos helyére, valamint a tényre, hogy a várost kívülről egy hatalmas farkasverem védte, szintén a metróépítésnél derült fény.